Ismét kerékpár regisztrációt tartottak a kalocsai rendőrkapitányság dolgozói. Stábunk ott járt, akkor is nagyon nagy számban voltak, érdeklődik az Ökopont irodájánál. Itt a rendfenntartók felvették a tulajdonosok és járműveik adatait, hogy esetleges lopás esetén egyszerűbb legyen a bejelentés, illetve a megtalálás. Az első és legfontosabb, hogy a kerékpárt szemrevételezzük, fényképek készülnek róla, fontos adat a kerékpárnak a vászszáma, amit fényképen rögzítünk, illetve a rendszerbe is ez fog bekerülni. A kerékpárról 3-4 képet fogunk csinálni. Ha vannak rajta olyan jellegzetes dolgok, amik egyediek és mondjuk a felismerhetőségét segíti, akkor azt külön rögzítjük képen, és ezek a képek is bekerülnek a regisztráció során a nagy internetes rendszerbe. A tulajdonosnak a személyes adatait, telefonszámát szintén hozzátesszük. Ebben a regisztrációs rendszerben bárki keresgélhet magánemberként is, viszont az adatokat csak a rendőrség látja. Ha a kerékpárt ellopják, a tulajdonosok elektronikusan is tudnak feljelentést tenni. Most mi itt ingyenesen regisztráljuk ezeket a kerékpárokat, de mindenkinek van lehetősége ezt saját magának is megtenni. Ez egy egyszeri regisztrációs díj fizetése mellett történhet, és teljes jogú felhasználhatóságot kap az ügyfél, hogyha ezt a regisztrációs díjat befizeti. Tehát bárki szabadon csatlakozhat ehhez. A lopástól ugyan nem védi meg a kerékpárt a regisztráció, de fontos, hogy a rendfenntartók részére minden adat rendelkezésére álljon eltűnés esetén. Gyakran találkozunk olyannal, hogy ellopják a kerékpárt, bejön a gazdája, és nem emlékszik pontosan a színére sem, hogy milyen felirat van rajta, abszolút nem, vászszámot nem tud mondani, és egy eltűnt kerékpárt körözni nagyon nehéz úgy, ha nincs hozzá semmiféle azonosítószám. Itt akkor minden rendelkezésünkre áll, és gyakorlatilag tudjuk köröztetni is a kerékpárt, vagy ha találunk olyan kerékpárt, aminek nem tudjuk a gazdáját, mert mondjuk nem a mi kapitányságunk területén lopták el, vagy nem itt találták meg, a regisztrációs szám alapján, illetve a vászszám alapján tudunk keresni a rendszerbe, és esetleg a tulajdonosát gyorsabban megtaláljuk. A kalocsai rendőrkapitányság már 3 éve végzi ezt a fajta tevékenységét. Minden évben több alkalommal biztosítja a lehetőséget, hogy minél többen regisztráltathassák kétkerekűiket.